A cikk éppen a zimonyi községi választások napján jelent meg, és a kampány legmocskosabb módja, amilyet Slobodan Milosevic rezsimje óta nem látott. Gyilasz a rendkívüli sajtótájékoztatón, amelyen részt vett a párt vezetősége is, elmondta, pénteken letétbe helyezett 200 000 eurót a saját számlájáról, hogy a demokrata párt végre befejezze a számláinak zárolásáról, valamint a Vajdasági Fejlesztési Banknál felvett hitelről szóló ügyet.